Horváth Anikó vagyok, a Droll Tornado Staffordshire Bull Terrier Kennel tulajdonosa. 5 éve, kicsit több mint 5 éve találkoztam a fajtával. Akkor került hozzám egy 7 éves kutya, a Negro. Én sem ismertem a fajtát. Nyilván sok embernek ez így elsőre nagyon furcsa, hogy Staffordshire is, Bull is, meg Terrier is, tehát hogy ez így a három szó egyben nagyon furcsa, és sokan nem is ismerik a fajtát, illetve én sem ismertem, és előítéletekkel álltam így a harci kutyákhoz. Nyilván, mikor felhozták ezt, hogy én ismerkedjek meg vele, illetve hozzam haza a kutyust, nekem már lelki szemeim előtt lejátszódott, hogy otthon rossz a kerítés, kidönti, a szomszédot megharapja, és akkor itt ugye nagy problémák lesznek kutyával kapcsolatban. Hát ez nem így volt, tehát tényleg szerelem volt első látásra, mind a kutya, mind az egyed, mind pedig maga a fajta. De hát nyilván elhoztam, és éljük azóta is, hála Istennek tovább a mindennapjainkat közösen. Szóval a Staffordshire Bull Terrier más néven Steffi Bullnak, Steff Bullnak, illetve angol Steffinek is hallhatjuk. Tehát ezek a nevek, becenevek keringenek itt a szájhagyomány útján, vagyis hát ugye itt a fajtán belül. Ugye a Staffordshire Bull Terriernek közös ősei vannak a Bull Terrierrel és az amerikai Staffordshire Terrierrel. A történetük, illetve az eredetük az 1800-as évek elején kezdődött. Akkor ugye Staffordshire megyében ott a munkásosztály elkezdett kutyaviadalokat szervezni. Nyilván ott elég nehéz életük volt a munkásosztály embereinek, asszonyoknak, férfiaknak, mindenkinek. Ezért hát a szórakozásuk is egy ilyen keményebb fajtáját vette föl. Itt ugye elkezdődtek a kutyaviadalok. Ezekben a kutyaviadalokban keverékeket indítottak, az akkori kor bulldogjait keverték az akkori kor terrierjeivel. Tehát ugye a bulldogok azok ugye a mészárosok mellett dolgoztak, mint a bikák mellett, a terrierek pedig ugye a patkány fogással foglalkoztak. Ezt a két egyedet keverték különböző arányokban, és akkor ugye így a három fajta így nyert el a végső kinézetét, illetve a viselkedési formákat. A Staffordshire Bull Terrier több országban tiltó listás, köztük Ausztria és Németország egyes tartományaiban, illetve ahol nem teljesen ki van tiltva, ott is hatalmas adókat kell utánuk fizetni, mert hogy ugye be vannak kasznizva a Staffordshire Bull Terrierek, mint harci ebek. Ezzel egy részben egyet is tudok érteni, tehát azt, hogy nekik milyen a múltjuk, illetve hogyan lettek szelektálva, mert hát arra lettek szelektálva a viadalokon elért eredményük alapján lettek kiválasztva a tenyésztésre. Másrészt viszont egy nagyon kedves kutyafajta, tehát emberek felé nagyon kedves. Ez azért is kellett, mert nyilván a kutyaviadalokon egymással harcoltak, viszont ugye az ember felé, ha a gazdának be kellett menni, kutyákat szétszedni, esetleg ugye az otthon a kutyaviselkedésének nagyon a család életviteléhez kellett egy kicsit simulnia. Úgyhogy ezért a kutyák emberekkel nagyon kedvesek. A fajta, vagy ugye a Staffordshire Bull Terrier nagyon energikus, ezért én azt gondolom, illetve azért ez látható is, hogy a Staff Bullok szinte minden sportágban, illetve engedelmes ágazatokban tökéletesen megállja a helyét. Értem itt akár az agárpályától kezdve a súlyhúzáson keresztül távolugrás, engedelmes munkák, őrzővédő munka, mindenhol tökéletesen tudnak teljesíteni, ezért én azt ajánlom minden staffbullgazdinak, hogy menjenek el és próbáljanak ki valami közös programot, mert ez csak a kutyagazdi kapcsolatán javíthat, és mi pedig nagyon büszkék leszünk a saját kis kutyáinkra. A Staffordshire Bull Terriernél nagyon fontos a korai szocializáció.
Tehát azt azért ne gondoljuk, hogy a felnőtt egyedek más kutyákkal tökéletesen jól ki fognak jönni, és nagy kutyás társaságokkal fogunk bandázni. Pláne akkor, hogyha ez a korai szocializáció elmarad, vagy elcsúszik. Tehát a stavbullnak maga az alaptulajdonsága az az, hogy ő el van más kutyákkal, illetve miután annyira szereti az embereket, a saját gazdáját, a saját családját, nagy kutyás társaságban is inkább a gazdája mellett fog maradni, nem fog elmenni játszani. Ivarérés után leginkább a kan egyedek elég domináns viselkedést mutatnak. Ez ugye megjelenik a többi kutyával való találkozáskor. Ezért is érdemes a korai szocializáció, tehát hogy nem kell ő neki oda menni haverkodni, de legalább sétáljon el normálisan a másik kutya mellett. A Staffordshire Bull Terrier standardje az azt mutatja, hogy 10-től 17 kilóig ebben mind a kanok, mind a szukák beletartoznak, ugye kicsi elcsúszással. Tehát ez a standard tömegük nekik. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye ők kifejezetten kis testűek, illetve kicsi középtestűek, ugye a nagyobb kanok. Ebben az a legjobb, hogy tökéletesen tarthatóak lakásban. Tehát miután nagyon energikus a kutya, ezért igényli a mindennapi foglalkozást, a mindennapi fárasztást, mind agyilag, mind ugye testileg az energiákat le kell vezetni, különben azért komoly rombolást tudnak véghez vinni a lakásban, meg hogy úgy mindenhol, tehát a kertben is lerágják a falat, ilyesmi, saját tapasztalat. Tökéletes kanapékutya tud lenni, tehát ezért nagyon jól tartható lakásban, hogyha ugye az energiái megfelelően le vannak vezetve. Akinek a fajtát nem javaslom, tehát abszolút nem javasolható olyan személynek, akik csak azért szeretnék a fajtát, mert hogy jól néz ki, izmos, tök jól lehet vele mindenhol mutatkozni, illetve olyanoknak nem javaslom, akiknek nincs idejük a kutyára, mert hogyha nincs időben szocializálva, nincs időben megtanítva neki, hogy mit lehet és mit nem, nagyon gyorsan az ember fejére nő, megfordulnak itt a viszonyok, és egy domináns viselkedést fog az ember felé is mutatni. Illetve hát természetesen miután nagyon energikus, tehát ugye a terrier vérből jön nekik ez az energikusság, az eszesség, és ugye a bulldog vérből pedig ugye jön a kitartás, a szilajság és a nyugalom. Tehát az energikusságuk miatt én olyan embereknek nem ajánlom, akiknek nincs elég ideje rá, tehát hogy nem tudják levezetni, mert ez megint csak ahhoz fog vezetni, hogy rengeteget rombol a kutya, pláne fiatal korában, és ez ugye egy konfliktus lesz kutya és gazda között. A Staffordshire Bull Terrier átlag életkora 10-14 év. Kettő darab örökletes betegségük van, amelyre a fajta gondozó szervezetünk el is várja, hogy szűrjük a kutyákat. Az egyik az L2 HGA, ez egy idegrendszeri megbetegedés, ami epilepszia és ataxia-szerű tüneteket mutat elég korán, tehát a kutyák 6 hónapos és 1 éves kora között általában előjönnek ezek a tünetek, hogyha a kutyában benne van a betegség. Illetve a másik betegség, örökletes betegség, az pedig a HC, az örökletes szemlencse homály. Ezeket ugye genetikailag szűrjük, én mindenkinek ajánlom, hogy rendes tenyésztőtől vegyen, mert akkor ezek a genetikai tesztek el vannak végezve, ugye anélkül nem kaphatnak törzskönyvet a kiskutyák, és nyugodtan a genetikai tesztet is elkérhetjük a tenyésztőnktől. Staffordshire Bull Terrierek fejének ugye felépítése az úgy néz ki nagyjából, hogy az első egyharmad rész az óra, a második kétharmad rész pedig a koponyája, ami azt jelenti, hogy nekik is elég rövid az óruk. Ez azt eredményezi, hogy hirtelen jött melegben, illetve a nagy kánikulában komolyabb erőléti edzést vagy ilyen tréningeket nem ajánlatos a kutyákkal csinálni, nem kapnak olyan jó levegőt, és hamar-hamar eljön az, hogy kifáradnak, illetve óriási lihegésük lesz, úgyhogy érdemes ezt megfontolni, hogy az ember a nagy melegben mennyit dolgozik a kutyával, és erre nagyon is kell figyelni.
Illetve én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ha staffból gazdi, akkor kétszer etessük a kutyát. Tehát miután nagyon energikusak és nagyon imádják az embert, a gazdit, ők az evés után is hatalmasokat tudnak hemperegni, aminek lehet az a következménye, hogy kapnak egy gyomorcsavart. Úgyhogy én ezért azt ajánlom, hogy a napi adag kajájukat ketté osszuk szét, és akkor ezt ki is kerültük, ezt a problémát. Hogyha nektek is megtetszett a Staffordshire Bull Terrier mint fajta, és szeretnétek egy kiskutyát az életetekbe fogadni, akkor ajánlom a fajta gondozó szervezetünket, a Pannon Terrier Egyesületet. Nekik a honlapon egyébként fönt is van az aktív tenyésztők névsora, illetve elérhetősége, de egyébként magát az egyesületet is lehet keresni, mindenféleképpen fognak segíteni a megfelelő társ megtalálásában.